A gyermekvédelemről is szó lesz a nemzeti konzultációban, vagyis egy újabb kiemelten fontos témában oszthatják meg a véleményüket a magyarok, jelentette be Szent Királyi Alexandra a hét elején. A kormány szóvivő kiemelte, a magyar gyermekvédelmi törvény az egyik legszigorúbb Európában, Brüsszelben azonban folyamatosan támadják. Az Európai Bizottság még bíróságon is megtámadta a jogszabályt. Szent Királyi Alexandra emlékeztetett, mint a tavalyi gyermekvédelmi népszavazás is mutatja, a magyar emberek elvárják a kormánytól, hogy védje meg a gyermekeket. Gábor is vendégünk folytatja. Köszönjük szépen. Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Megkérdezik a nemzeti konzultációban az állampolgárokat a gyermekvédelmi törvény újdonságairól, egyáltalán a létjogosultságáról. Ön ezt jó ötletnek tartja, hogy megkérdezik az állampolgárokat? Igen, nagyon örülünk neki, hogy nemzeti konzultációban lesz ilyen kérdés is, hiszen már a tavaszi időszakban előjött ez a téma, ugye egy iskolában szörnyű eset látott napvilágban, ott az egyik tanár követett el olyan cselekedeteket a gyermekek ellen, amivel szemben drasztikus fellépés szükséges, és ígérte a parlament, hogy tárgyalni fog erről az őszi időszakban, úgyhogy különösen emiatt is örülünk annak, hogy a nemzeti konzultációba is be fog kerülni ez a kérdés, és az emberek nagy számban elmondhatják majd a véleményüket, hogy mi a helyzet, és hogy mit szeretnének, amit egyébként másfél éve már nagyon sokan kinyilvánítottak a népszavazás keretén belül. Ön fontosnak tartja a szigorúságot, hogy a gyermekvédelmi törvény szigorúan lépjen fel bizonyos helyzetekben, például az ön által említett esetek kivédése érdekében? A legfontosabbnak tartjuk, hiszen a gyermekeink a legnagyobb kincsek, és a kormány is ezt tartja a legfontosabb kérdésnek, ugye, ahogy már többször elhangzott, hogyha nincs gyermek, akkor nincs jövő, és minden eszközzel meg kell védenünk a gyermekeinket a rájuk veselkedő veszélyekről, legyen szó akár a nagyon erőszakos LMBTQ propagandáról, pedofiliáról, akár az ilyen különböző táplálkozással kapcsolatos veszélyekről, és még sok minden másról. Nagyon fontos, hogy pontosan szabályozva legyen az, hogy a gyermekeket milyen eszközökkel, milyen módon tudjuk megvédeni mi felnőttek. Milyen irányba tart lehetségesnek szigorításokat? Itt szakértők beszélnek arról, hogy például a digitális világ, a képernyő használata, a képernyőn keresztül érkező hatások egy kialakulatlan idegrendszerre, egy kialakulatlan személyiségre káros hatással lehetnek, és hallani arról, hogy ilyen irányba szigorítana a kormány a gyermekvédelmi törvényen. Ön ezzel egyetértene? Igen, de nagyon nehéz ez a kérdés, mert ugye ismerjük a gyerekeket, ugye nekem is 5 gyermekem van, most már többen közülük kamaszok, és tudjuk azt, hogy a szigorítás, illetve a tiltás az nem mindig vezet célra, tehát ezt nagyon óvatosan, nagyon körültekintően kell meglépni, viszont a törvényi szabályozás az nagyon fontos, hiszen az ad az embereknek egy keretet. Ugye nem véletlen az, hogy 18 éves korhoz van kötve sok-sok dolog, akár a szavazati jog, akár az autóvezetés, akár az alkoholfogyasztás, hiszen a kiskorú gyermekeire elsősorban a szüleik felelősek, és nem véletlenül van az, hogy egy kiskorú gyermek bizonyos dolgokat nem csinálhat. Tehát a törvényi szabályozás nagyon fontosnak tartjuk. Én személy szerint a drasztikus szigorítás pártján vagyok, viszont a gyerekekkel ezt óvatosan kell azért kezelni, meg kell velük értetni, hogy ez az ő érdekükben van, és az ő szempontjaikat szem előtt tartva a felnőtteknek úgy kell őket terelgetni, hogy tudják azt, hogy ez az ő jövőjük érdekében történik. Illetve fontos a felnőttek tanítása is ebben a kérdésben, ugye, mert nem lehet úgy követelni a kamasz gyerektől, hogy követelje, vagy tegye le a telefont a konyhaasztalra, és ma már ne nyúljon hozzá, miközben én meglapozgatom a konyhában a valamelyik közösségi oldalt. Tehát a mintaadás, ahhoz nem kell törvényt szigorítani. Így van, tehát a példamutatása az nagyon fontos. Mi egyébként az egyesületeinkkel rengeteg olyan programot csinálunk az év egész évben, ami ebben segít a felnőtteknek, hogy hogyan tudnak példát mutatni a gyerekeknek, mind a gyermekvédelem része az, hogy milyen ételeket adunk a gyereknek, azt, hogy hogyan kezeljék a digitális eszközeiket, azt, hogy hogyan figyeljenek oda, hogyha mondjuk egy felnőtt ember nem úgy közeledik hozzá, hogy az elvárható. Tehát sok-sok olyan terület van, ami mind a gyermekvédelem része, és amiben nekünk szülőknek egyrészt példát kell mutatni, másrészt fel kell hívni a figyelmet a gyerekek számára. Említi a táplálkozás kérdését, amely azért sok tekintetben összefügg a gyermekvédelemmel, és önök e tekintetben is kezdeményezően lépnek fel. Például, ha csak egy elemét emeljük ki ennek a hatalmas témának, hogy lehet egészségesebben táplálni a gyerekeket a cukros üdítőkre vonatkozóan, hogy ott különféle kezdeményezéseik vannak, ott mit tartanak önök igazán fontosnak ezen a területen? Itt is a prevenciót, illetve a figyelemfelhívást tartjuk szem előtt. Évek óta küzdünk az egészséges táplálkozásért, azért, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy a szülőknek mekkora felelősségük van abban, hogy milyen ételeket, italakat adnak a gyerekeknek, illetve hogyan tanítják meg őket arra, hogy fontos az, hogy elkerüljük a sok cukrot, lisztet tartalmazó ételeket, italokat, és ugye most nagy port kavart az energiaitalok kérdése, hiszen ez is egy olyan dolog, amire szakemberek, kutatások mutatják be azt, hogy egy kiskorú gyermek szervezetére mennyire károsak ezek a nagyon magas cukor, illetve koffein tartalmú italok, és mi ebben szeretnénk egy kis szigorítást elérni, hogy kiskorú gyermek számára ne lehessen korlátlanul elérhető ez a fajta üdítőital, úgyhogy várjuk azt, hogy mi lesz ennek a folytatása. Mi csináltunk most egy felmérést ezzel kapcsolatban, és 1000 szülőt kérdeztünk meg, és 98,5%-uk a szigorítás pártjánál, és egyetért azzal, hogy kiskorú gyermek ne férhessen hozzá korlátlanul ezekhez az italokhoz. Mit lehet tenni? Mi lehet a gyakorlati megoldása ennek a szigorításnak? Egy percünk van. A gyakorlati szigorítás az lehetne, hogy vagy az alkohollal egyenértékű módon csak személyigazolvány felmutatásával lehessen vásárolni ezeket az italokat, vagy az egyel drasztikusabb megoldás pedig, hogy a dohányboltokban a cigarettához hasonlóan lehessen vásárolni, tehát csak arra kijelölt helyen 18 év feletti felnőttek juthassanak hozzá ezekhez az italokhoz. Mi már nagyon örülünk annak is, hogyha az alkoholhoz hasonlóan személyigazolvány felmutatás lehet majd vásárolni, bízunk a parlamentben, a törvényhozókban, hogy fog történni előrelépés ezen a területen, hiszen gyermekeink jövője a legfontosabb. Köszönöm a beszélgetést, Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója volt a vendégem. Én is köszönöm szépen.